Megérkezett a parlament elé, az ország több megyéből egy hete indult csoportok, akik találkoztak a belvárosban, és közösen vonultak az országház elé, az ország a kormány foglalkoztatás politikája ellen tüntetnek. A helyszínen ott van Somos András, tőle halljuk most a tudósítást. Egy incidensen kezdődött az a demonstráció, amely az ország 11 részéről, 12 megyéjéből a fővárosba érkezett, valamikor 16.30 és 16.45 között ide a Kossuth térre. Az történt ugyanis, hogy ismeretlenek kifeszítettek egy molinót, amelyre az van ráírva, hogy köszöntjük a hatalomészség menetét, a szoci hatalomészség menetét. Török Zsolt szóvivő szerint azok, akik részt vesznek ezen a demonstráción, feldühödtek, és megpróbálták ezt a Kossuth tér sarkán lévő molinót lerángatni. A rendőrök gyorsan odagyűltek, és visszatartották a tömeget. Egyébként azok, akik ideértek, azok minden megyéből egy-egy szónok megpróbálja a tömeget ébren tartani, vagyis tüzelni. Erre szükség is van, hiszen kevesebb, mint mínusz egy fok van, ami hát eléggé megtizedelhetné a résztvevőket, de nem ez történik. Arról panaszkodnak a résztvevők, hogy ami alatt ideértek, folyamatosan heccelték őket. Ez pedig abból állt, hogy megpróbálták zsemlével kínálni őket, és egyéb atrocitások érték őket. Megpróbáltam a parlamentben ennek utána járni, a Fidesz frakció sajtótájékoztatóján erről nem tudtak beszámolni a résztvevő polgármesterek. Azt mondták, hogy érdeklődjünk Tálai Andrástól, Mezőkövesd volt polgármesterétől, államtitkártól. Őt elkaptam a liftben, és azt mondta, hogy nincs köze Mezőkövesdhez már, nem polgármester, és egyébként sem tud arról, amiről kérdezem. Az itteni résztvevők egyébként emlegették Orbán Viktort negatív összefüggésben, volt, aki melegebb éghajlatra is küldte a miniszterelnököt. Arról beszéltek az itteniek, hogy ideglenes kormányfője az országnak, és hogy 2014-ben bizony leváltják. Azt is mondták, hogy 2014 után elszámoltatás következik, hogy milyen elszámoltatás, azt nem részletezték. Igazából mindenki a sanyarú sorsáról beszélt, arról, hogy nem lehet megélni a segélyből, 22.500 forintból, de nem lehet megélni a közmunkából sem, amely 47.500 forint, most már 49. Az, hogy egyébként a szónokok még miről beszéltek, azt nyilván a következő bejátszás is szemlélteti. A közmunkás szakszervezet elnöke Vécsi István Ricse polgármestere arról beszélt, hogy mennyien élnek ebben az országban nehéz helyzetben. Magyarországon az ő politikájuk 4 millió embert sodort olyan helyzetbe, hogy egyik napról a másik napra kell, hogy éljenek. Ezek a 4 millió ember között 1,5 millió ember van, aki a mély szegénység között él. Napról napra. Azt gondoljuk, hogy ezért jöttünk el Budapestre. Azért, hogy elmondjuk a budapestieknek. Mi nem azok vagyunk, akik a kukákat borogatják fel és gépkocsikat gyújtogatnak. Mi azért jöttünk, hogy tisztességes munkát kérjünk, béreket kérjünk, amivel méltósággal lehet élni Magyarországon. Ezért jöttünk. Munkahelyeket akarunk. És azért, hogy elmondjuk, elég volt ebből a politikából. Ebből a politikából, amely mást mond és mást cselekszik.